Kiemelkedő eredményt ért el az amerikai Kevin Tway a Hawaii-on megrendezett Century bajnokok versenye elnevezésű golftornán csütörtökön. 66 ütésből teljesítette a 73 ütéses Plantation pályát. Így egy ütéssel megelőzte a mezőnyt, köztük a kapaluai verseny két legutóbbi győztesét, Dustin Johnsont és Justin Thomast. A tavaly 8 ütéssel győzedelmeskedő Johnson a negyedik helyre szorult. A golfversenyek idei első hole-in-one-ja is megszületett a Hawaii pályán, az amerikai Patton Kizzire ütötte. Bryson DeChambeau pedig az újonnan bevezetett szabályokból profitált, több alkalommal is sikeresen gurította be labdáját úgy a lyukba, hogy közben a zászló benne maradhatott.